Az ünnepi készülődésben nem akarta magára hagyni az ozoraiakat a település önkormányzata, így a hagyományoknak megfelelően egy karácsonyi műsorral kedveskedett azoknak, akik elfogadták a meghívást. A település újonnan megválasztott polgármesterének köszöntőjével vette kezdetét a falu karácsony. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt az adventi koszorún és karácsonykor a fenyőfákon a nyugodt, békés, lángó gyertya adta, mely az emberek szívét melegséggel és örömmel töltötte meg. Sokakban nem is tudatosult a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, elkeseredettek. Minden napjainkban is elég nagy az űrzavar, évvégi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás, ajándékészítés, családi programok tolódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben, és várjuk megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka? Az, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. De a szeretetet nem lehet rászokolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. És nem is kell, hiszen ezek az érzések belülről jönnek. Jó ilyenkor egy kis időt szánni szeretteinkre, önmagunkra. Az együtt töltött idő megfizethetetlen, amire ez az ünnepi alkalom lehetőséget kínált az ozoraiak számára. A település programjainak állandó szereplője a helyi színkör, akik örömmel készültek az ünnepi alkalomra. Természetesen karácsonyi dalokkal, egyházi énekekkel, amik ugye szintén népdalok, és egy hónapot készültünk körülbelül erre a programra. Mivel a község katolikus község, és ők szeretik ezeket a dalokat, ismerik ezeket a dalokat, és lehet, hogy velünk együtt fogják énekelni. Istennek fia, aki született, az ünnepi rendezvény elképzelhetetlen a gyermekek műsora nélkül. A karácsonyi hangulat megteremtéséből a helyi óvodások is kivették a részüket. A szülők, nagyszülők is szívdobogva fogadták a gyermekek önzetlen, szeretett teljes műsorát, ami sokak szemébe csalt könnyeket. Az óvodások után a helyi iskolások is színpadra álltak az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt művelődési házban.